9 vetőmag előállító cég több mint 80 fajta gabona növényét mutatták be a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei szervezete és a Déli ASC Csapó Dániel mezőgazdasági technikum, szakképzőiskola és kollégium által szervezett fajta bemutatón és szakmai napon. Fülöp Mónika, az iskola igazgatója elmondta, a bemutató célja, hogy a környékbeli gazdák meg tudják nézni, hogy azonos körülmények között milyen eredményeket lehet elérni a vetőmagjaikkal. Ez a munka már elkezdődött ősszel, nyilván a talajműveléssel. Október végén, október közepén vetettük el a vetőmagot. Ebben segítségünkre volt a Mezsi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, tehát kooperációban tudunk dolgozni, és azt gondolom, hogy nagyon szép képet mutatnak a táblák. Őszi árpát és őszi búzát nézhetnek meg ma a gazdák. Király Gábor, az intézmény szakmai oktatója úgy nyilatkozott, a 4 méterszer 3 méteres mezőparcellákba vetett gabonanövények termelési eredményeit betakarítás után közszemlére teszik majd mindenki számára. Ez nagyjából 2 héten belül várható. A magas hozamra való törekedés bizonyos talajművelési eljárásokkal, agrotechnikákkal nem biztos, hogy abban az irányba hat, hogy csak a vegyszerezéssel kell megoldani a növényvédelmi problémákat kártevők, kórokozók ellen, ugyanis ők is az intenzivitással együtt nagyon sokat tudnak fejlődni, és ez itt ugye problémákat jelent. Előzetes becslést ugyan már végeztek, de aratás után derül ki pontosan, hogy melyik fajta gabona hogyan teljesített hozam tekintetében az idén.